Sziasztok srácok, itt ismét Démjen. Arra gondoltam, hogy csinálok egy nagyon gyors ilyen tutoriál tanácsadó videót a Faro shuffle kapcsolatban, ugyanis ö, személyesen is és ö, levelekben, kommentekben nagyon sokszor megkapom ugye a, a kérdést, hogy ö, nem megy a farósa föl, ö, nem tudjuk, hogy mit csináljunk, stb. stb. és arra gondoltam, hogy segítek akkor nektek egy kis tippet, egy kicsit kiegészítő ö, tanácsokat adni. Ugye a farósa föl az ez, amikor szépen laplap -lap után be tudjuk rakni egy pillanat alatt ugye a a kártyákat, és igazság szerint gyakoroljunk sorozatban az óriás legyezőnél jött elő a fáró föl, ugyanis az óriás legyezőt szoktuk ugye fáróval csinálni, és ekkor tudjuk nyitni ezt a szép, 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 szép nagy legyezőt. Na, akkor tipp, tanács. Fáró a lényege, ugye félbeszedjük a csomót, fontos, nagyon használt, nagyon ö, rossz élekkel rendelkező csomaggal nehéz lesz a fárósáv, nekem sem menne ilyen szépen, és ö, pontosan ezért van az, hogy néha a vágás is fontos a, a, a kártyáknál, a tradicionális vágású paklika sokkal könnyebb fározni. Na de, próba szerencse, próbáljátok ki, hogy nálatok hogy működik ez a két tipp, tanács. Tehát félveszedjük a csomagot, nagyon fontos, hogy szépen az élek, azok valamilyen szinten egyenesek legyenek, tehát ebben az esetben, amilyen tippet most tanácsot fogok adni nektek, abban nagyon fontos, hogy egyenesek legyenek az élek, és a következőt kell tenni. Szépen összeillesszük a két csomót, nézzétek, itt viszonylag a tetején fogom, itt pedig lentebb fogom, tehát nem ilyen fönt. Összeillesztem szépen a két csomagrészt, láthatjátok, hogy szinte passzolnak egymással, és most elnagyoltan próbálom mutatni, a lényeg az, hogy itt a sarkához, itt ö, nyomjátok össze a csomagot, egy kicsit, hogyha látjátok, így elkezd lefelé hajolni a két csomag, ugye a nyomástól, és nagy erőt nem kell kifejteni, csak a sarokra összpontosítsatok, ahogy itt látjátok, és hogyha egy picit csak nyomjátok össze a két csomagot, akkor láthatjátok, hogy milyen szépen kezd el összepörögni a két csomagrész, és tulajdonképpen ennyi a, 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 a trükkje a dolognak. Tehát a lényeg az, hogy a sarkokat kell ö, összenyomni. Még egyszer megpróbálom megmutatni, és próbálom próbálom a, az érzést átadni. Tudom, ez nagyon nehéz, így videón keresztül, de hát ha valakinek így bepattan. Tehát összeillesztem a kettőt, és nem ü, így nyomom őket, így egybe, hanem egy kicsit a sarkát kezdem el így, így nyomni. Tehát összeillesztem, és logikusan nem választom így szét a csomagot, tehát összeillesztve marad, de a nyomást mint hogyha a hüvelykújammal, ezzel a hüvelykújammal itt, mint hogyha ott kezdeném el kicsit jobban nyomni a csomagot. Hagyom, hogy egy picit meggörbüljön, egy nagyon minimálisan, ahogy így látjátok. Egy picit nyomom, és mint ezt csinálnám, oda a sarokra Központosítom a nyomást, és akkor pörög így szépen össze. Jó? Tudom, nehéz ezt így, így videón átadni, és, és, és az érzést magát, de hát, ha így egy kicsit jobban működik, vagy még kipróbálhatok még valamit, nézzétek, én szoktam néha így sarokkal fárózni. Az nem feltétlenül működik tökéletesen, de hogyha nem az a cél, hogy a fáró tökéletes legyen, vannak olyan trükkök, ahol laplap -lap után tökéletesnek kell lenni, de hogyha nem az a cél, csak mit tudom, egy jó kis összepörgetést akartok csinálni, akkor csináljátok azt is. Van, aki egyébként ezt is tökéletesen tudja, biztos vagyok benne, hogy van olyan. Félbe veszük a csomagot, így átpörgetjük, megfogom hüvelykújammal, kicsit megnyomom a csomagot, tehát látjátok, így keletkezik benne egy ilyen görbület, és a sarkait, na most megpróbálom kitörni a kezemet, hogy jól lássatok, sőt, egy kicsit lehet, hogy fel is állok, és akkor így jobban látjátok. Tehát a sarkait érintem össze, megnyomom hüvelykújjal, ugye jön a görbület, és elkezdem ugyanígy a sarkokat összenyomni, és akkor, látjátok, elindul a folyamat, szépen így kezd el összepörögni. Na most kicsit furcsán állok, azért egy ilyen furán, de láthatjátok, így is sikerült összepörgetni. Öh, most leültem, és tulajdonképpen összepörgött, Na most itt két dolgot csinálhatok. Vagy kifordítjátok itt teljesen, is jöhet a föl, vagy megcsinálhatjátok azt, hogy így összetoljátok, ennyire, és jöhet ugye a waterfall. Tehát itt megfogjátok, erről is külön volt ugye videó, tehát gyakoroljunk videó volt csatornám, waterfallról vissza tudjátok keresni. Na, srácok, tehát igazság szerint ennyi agyban. Arra gondoljatok csak, hogy a sarkokra kell. Tehát itt a sarkokra kell koncentrálni. Jó? Tehát ez így a tanács. Na most nézzétek, ez, ez csúnya lett. Ez valljuk be csúnya lett de remélem nektek sokkal szebben fog menni. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm így a figyelmet, remélem tudtam egy picit segíteni fárósáv kapcsolatban. Ha esetleg van kérdésetek, vagy valami, ö, amit ö, ilyen kis rövidebb videóban el tudok magyarázni talán, azt nyugodtan kommentbe tegyétek fel, és készülhetnek belőle ilyen gyakoroljunk update tippek ö, videó. Ö, hogyha tetszett ez a kis segítség, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni sem, és találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!